ez egy 3D nyomtató, különfajta filamentekkel dolgozik, más-más színekkel van, zöld, bronz. A 3D nyomtatás világába vezetik be ezeket a tanulókat a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégiumban. Az iskola ugyanis diáknapot szervezett. Ennek keretében a fiatalok kipróbálhatták az íjászatot, kézműveskedhettek, vagy éppen betekintést nyertek például az elektronika rejtelmeibe. Mindemellett pedig szakmabőrzén is részt vehettek, itt a duális képző partnerekkel ismerkedhettek meg a diákok. Ez az informatikai cég idén februárban csatlakozott a szakképzési rendszerhez, jelenleg 11 diák tanul a vállalkozásnál. Az a legjobb, hogy szerintem látják a valós gyakorlatot, illetve az ügyfelekkel is találkoznak, amivel igazából az iskolapadban nem fognak találkozni, és nem fognak rájönni arra, hogy kell megoldani egy valós problémát. Orsós Márton az Ady Endre Technikumban szerzett villanyszerelői szakmát. Azt mondja, örül annak, hogy a duális partnernél tudott elhelyezkedni, miután végzett az iskolában. Ez a mesteremnek is az eredménye, hogy én oda akartam menni, mert ő tetszette meg velem ezt a szakmát igazából. Neki köszönhetem, hogy megteszett az egész szakma. Az állásbőrzén több mint 10 vállalkozás vett részt. Azok a vállalkozások, akik alkalmaznak tanulókat, akik foglalkoztatnak tanulókat, azok már a 9-esek között egy picit most szét is nézhetnek, illetve megismerkedhetnek a 9-es azokkal az elvárásokkal, amik rájuk várnak egy ilyen munkahelyen, egy ilyen leendő munkahelyen. Azért vannak meglepetések, úgy látom, de nem baj, hiszen ez pont erről szól ez a nap, hogy még az évvége előtt, még csak április van majd, de ugye az alapvizsga az június második felében lesz. Addig még egy kicsit lehet szokni ezt a gondolatot, lehet alkalmazkodni és lehet rá készülni. Az intézményvezető hozzátette, hogy a szakképzés egyik legfontosabb feladata az, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik majd a helyi munkaerőpiac értékes szereplői lehetnek.